Néhány napja ültük meg ugyanis a szeplőtelen fogantatás ünnepét, amely által ugye azt tanítja az egyház, hogy Mária az áteredő bűn nélkül fogantatott, vagyis hát született meg erre a világra, és társul hozzá az a tanítás is, hogy a Szent Szűz az egész élete folyamán aztán később mentes is maradt a bűntől azt hiszem a protestáns testvérek közében, körében talán ez az egyik legkritikusabb dogma, és ugye ők azt állítják, hogy ennek semmiféle biblikus alapja nincsen, tehát ezért is nem tudják ezt, vagy nehezen tudnák ezt elfogadni. Azonban sok katolikus hívőben is felmerül ugyanez a kérdés, és talán pontosan azért is váltott ki annak idején a múlt század közepén a dogma kihirdetése előtt olyan nagy vitát ez a kérdés, az, hogy nem a múlt század, hanem a 19. század közepén. És hát van még egy dolog, ami miatt érdemes erről beszélnünk, nevezetesen, hogy sokakban egy kicsit az a tévhit él, hogy a szeplőtelen fogantatás ünnepe az azt jelenti, hogy szűzmária szűzen szülte meg Jézust. Most hát Püspök atya, összességében mit válaszolhatunk azoknak, akik ezt a témát, ezt a dogmát nem teljesen tudják értelmezni, vagy esetleg megérteni, magukévá tenni? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A szeplőtelen fogantatás hitigassága az a szűzanyának, tehát az Isten fia édesanyjának a büntelenségét fogalmazza meg. Vagyis azt, hogy ő a fogantatás első pillanatától nyilván a megváltónak Jézusnak az érdemeire való tekintettel az Úristen őt megóvta az áteredő bűntől, illetőleg a személyes bűntől is. Vagyis ez nem Jézusnak a fogantatására vonatkozik a szűzanya méhében a szent lélek által, hanem ez a kis szűz Máriának a fogantatására, ami természetes módon történt Joákim, legalábbis a hagyomány szerint Joákim által Szent Anna méhében erre a pillanatra, illetőleg ettől kezdve az ő egész életére állítja az egyház ezt a különleges kegyelmet, ami lehetővé tette a megtestesülést. A Biblia több helyen utal erre, hadd idézzem a legfontosabb helyeket. Az angyal úgy köszönti Máriát, hogy kegyelemmel teljes. Kekharito mené, akit a kegyelem betölt, akit a kegyelem átjár. Mária tele van kegyelemmel. Egy másik nagyon fontos bibliai rész a jelenések könyvének a 12. fejezete, ahol azt mondja a látnok, hogy az égen egy nagy jel tűnt fel. Egy asszony, akinek öltözete a nap, lába alatt a hold, a fején 12 csillagból korona. Ádott állapotban volt, szülési fájdalmában kiáltozott, fiúgyermeket szült a világra, aki majd kormányozza a nemzeteket. Teljesen nyilvánvalóan a szimbólum, a látomás elsősorban magáról, a szüzanyáról szól. Nyilván szólhat Általánosabb értelemben akár az új Isten népéről, és de elsősorban magáról, a messiás édesanyjáról, hiszen ezt mondja a Biblia, hogy fiúgyermeket szül. Ebben a látomásban többfajta bibliai kép összegződik. A látomás megemlíti azt, hogy az asszony ellen a sárkány harca kell. És hát eszünkbe jut a Teremtés könyvének a jövendőlése, ahol elmondja az Úristen, hogy ellenségeskedést vetek közéd már, mint a kígyó, és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő majd széttiporja a fejedet. Vagyis megfogalmazódik egy ígéret, hogy az asszony, illetve az asszony ivadéka, a mesiás majd legyőzi a gonoszt. Ezt látja a jelenések könyvének a látnoka is, hogy a sárkányt Legyőzi az új asszony, illetőleg az ő gyermeke a messiás. Az első Éva a gonoszszal szemben elbukik. Ő hallgat a gonoszra, és ezzel elindul egy bűnös emberiségnek. A története ennek lesz az ős anyja, Éva, akit így is nevez a Biblia, hogy minden élő anyja. A messiás születésével egy új kezdet indul el, egy új Ádám érkezik. És ahhoz, hogy ő megszülethessen, az Úristen ajándékoz egy új évát, aki a gonosznak nemet mond, legyőzi a sárkányt, aki teljesen bűntelen, és ilyen módon a mesiás édesanyja lehet. Belejátszik a látomásnak a leírásában Mikéás jövendőlése is. <coughs> Elnézést kérek a te egy kicsit meg vagyok fázva, hogy éppen csak, hogy e tudok beszélni. Mikás próféta egy nagyon érdekes félmondatot mond el számunkra az ötödik fejezetében a könyvének. Azt mondja, hogy amíg nem szül az, akinek szülnie kell, és vissza nem tér népéhez az üdvözítő, vagyis amíg nem küldi az Úristen a megváltót, amíg nem szül az, akinek szülnie kell. Mi az érdekes ebben a, a rövid félmondatban, hogy a proféták korában egyre intenzívebben a választott nép és hát főleg a proféták gondolkodnak ezen, hogy ki lesz a Messiás édesanyja. Egyre jobban meglátják ennek a különleges küldetését, a különleges Istentől adott ajándékát, a, a Messiás édesanyja szerepének a fontosságát. És végül benne van a jelenések könyve látomásában, Izajás profétának a jövendőlése is, aki azt mondja, hogy az Úr magad, nektek jelet a szűz fogan, és fiút szül. Itt is egy nagy jelről van szó, ami az égen föltűnik, az asszony, aki világra hozza a messiást. Vagyis ezek az ószövetségi várakozások, az új éváról, aki legyőzi a sárkányt, a jelről, a szűzről, aki szülni fog, az asszony, akinek szülnie kell, ezek összegződnek a jelenések könyvének ebben a gyönyörű képében, ahol Máriát úgy látjuk, mint a menny királynőjét, mint az üdvözültek közül a legragyogóbbat, az egyháznak a szimbólumát is, de egyben a legtökéletesebb tagját, aki legyőzi a gonoszt. Legyőzi a gonoszt, mit jelent pontosan ez, hogy a bűntől mentes a gonosz, őt nem tudta rávenni, a gonosz ellen Mária győzedelmes. Hadd említsek meg még egy nagyon fontos bibliai vonulatot, a János evangéliumnak a kijelentéseit. A János evangéliumban talán sokak számára meglepő, hogy Jézus két alkalommal is a szűzanyát asszonynak szólítja a kánai mennyegzőn, illetőleg a kereszten. Nem véletlen ez, ez egy hatalmas nagy kerete a János evangéliumnak. A kánai mennyegző az elején található a legelső csoda amit Jézus végez, ahol kinyilatkoztatja dicsőségét, beszél arról, hogy még nem jött el az én órám, és aztán a kereszt jelenete az, amikor eljön Jézus órája, amikor beteljesedik az, amit a kánai mennyegző előre jelzett, igazából a kánai mennyegző Isten és ember nászát szövetségét, a, a kiengesztelődését jelezte előre ennek a mennyegzőnek az igazi vőlegénye Krisztus. Ahogyan keresztelő János mondja is nem sokkal a kánai mennyegző története után, hogy a mennyasszony a vőlegényé. A mennyasszony, vagyis a nép Krisztusé. És ő keresztelő János csak mint a vőlegény barátja, hallgatja a hangját. Tehát a vőlegény abban a titokzatos mennyegzőben, amit előre jelez a kánai mennyegző, a vőlegény maga Krisztus. Ennek a vőlegény, ennek a mennyasszony, illetve, bocsánat, ennek a menyegzőnek a bora, az nem más, mint Krisztus vére. Általa fog megkötődni ez az új és örök szövetség ég és föld között. A kereszt jelenetében pedig úgy ábrázolja az evangélista Krisztust, mint akinek az oldalát a katonalándzsája megnyitja, és abból vér és víz fakad. Emlékeztet ezzel Ádámra, akinek szintén az Úristen megnyitotta az oldalát, és ebből alkotta meg az első asszonyt, Évát. Ezt akarja kifejezni a János evangélium, hogy Jézus az új Ádám, akinek az oldalából születik egy új emberiség, az új asszony, vagyis az egyház, újjá születik a világ, és a kereszt alatt ezért állott Mária, aki szimbóluma is, és első és legtökéletesebb tagja az egyháznak, ennek a megújult emberiségnek. És ezért is Krisztus így szólítja meg őt, hogy asszony. Vagyis a János evangéliumban is úgy jelenik meg Mária, mint az egyház legtökéletesebb, legelső tagja, mint ennek az új teremtésnek a, az első termése. Egy kicsit hadd teológiailag is, hogy mit fogalmaz meg a szeplőtelen fogantatásnak a hitigassága. Ahhoz, hogy Isten ember tudjon lenni, hogy egy emberben, Máriának a lelkében, testében, ő teljes lényével, személyével jelen tudjon lenni, testet tudjon ölteni, ehhez szükséges az, hogy ez az ember egész lényével az Istennel harmóniában legyen, és őt ne utasítsa el, ne legyen benne bűn. A Biblia így mondja, hogy kilakhat együtt az emésztő tűzzel, ki élhet együtt az örök izzással. Isten szent, aki előtt senki, aki gonoszat forgat a szívében, nem lehet az ő közelében, nem állhat meg előtte. Vagyis ő akkor tud a te teljes lényével jelen lenni, testet ölteni, ha talál valaki olyan, e szemét, embert, édesanyát, akiben ez a teljes tisztaság megvan. Szent Bernát azt írja, hogy az Úristen hosszú ideig várt erre, hogy lesz valaki, aki az egész lényével neki igent mond, kopogtatott az emberiség ajtaján. Várta ezt, hogy lesz valaki olyan asszony, aki egész lényével az Úristen felé nyitott és tiszta. Nyilván ez egy kicsit jelképes, vagy költői, Leírás, de pontosan ezt fejezi ki, hogy annak a föltétele, hogy Isten egész lényével egy emberben ott legyen, az pontosan ez, hogy az az illető ember egészen tiszta legyen. A szeplőtelen fogantatás hítigassága azt írja le, hogy a szüzanya ezt megkapta kegyelemből. Ő is Jézus megváltásának a kegyelméből szabadul meg az áteredő bűntől, és ez a kegyelem őrzi meg őt a személyes bűnöktől. Tehát nem a megváltástól, vagy Krisztustól, Istennek a megváltó szeretetétől függetlenül történik ez, hanem ez is abból az egyetlen megváltásból fakad, amely a kereszten történik. Nyilván a szűzanya ezzel a kegyelemmel együttműködött, kezdettől fogva az egész életén át. Tehát az, hogy ő ezt kegyelemből kapta, az egyáltalán nem veszi el, és nem is kisebbíti. Az ő személyes érdemét és nagyságát. Mindenről egy kicsit eszembe jut, biszküfök, hogy. Ugye ezt az e, Isten kegyelméből e, megkapta Mária ezt az ajándékot, a bűntelenségnek az ajándékot, persze, ugye, ahogy mondtad, ehhez ő maga is kellett. De mi a helyzet Jézussal? Jézusról ugye azt tanítjuk, vagy azt, Jézusról azt e, valljuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember volt. Na most egy kicsit kisarkítva fogalmazok, a valóságos emberséghez hozzátartozik a, 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 a bűnösségünk, a bűnös mi voltunk is. Az eredeti bűnöt tekintve Jézusról tanít valamit az egyház értelemben? Az emberségnek a lényegéhez nem tartozik hozzá a bűn. Az egyházunk azt tanítja, hogy az Úristen eredetileg az embert szeretetre, meg a bűntelenség állapotában teremtette. A bűn az egy másodlagosan bejött torzulás. A, az Úr Jézusról egyszerre valljuk azt, hogy ő úgymond védkezhetetlen, mert ő a második isteni személy az ő személye, az a második isteni személy, tehát neki minden döntése, akarata, a, a szabadsága, a tudása, a reménye, a szeretete, ez mind az Isten fiának, a második isteni személynek a tettei akarata, szeretete voltak. Ugyanakkor ő abszolút valóságos ember, ami azt jelenti, hogy kísértés szenvedett mindenben, és szabad volt, tehát nem úgy kell elképzelnünk Jézusnak a úgymond védkezhetetlenségét, hogy ez emberi oldalról ki lett volna zárva, hogy ő dönthet a, a rossz mellett. Ahogyan látjuk ezt a megkísértés történetében, abszolút ö, elevenen át is éli a, a gonosznak a kísértő erejét. Jézus teljesen szabad volt, de a szabad akaratat teljesen egy volt az atyával hogy mennyire megvan benne az emberi akarat, az látszik például a Gecemáni kerti imádságban, ahol vértizzadva kéri, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely. Tehát nem volt ez neki küzdelem nélküli, hogy az ő akarata, meg az atya akarata teljesen egy legyen. És utána mondja, ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Tehát Jézusnak van emberi akarata, van emberi szabadsága, de ez mindig teljesen egy az atyával. És hát nagyon szép Ebben azt is fölismerni, ezt Szent Maximus hitvalló, aki a nagy vitáknak egy, egy kiváló teológusa volt, fogalmazza meg, hogy Jézusban pont azt látjuk, hogy milyen kellene, hogy legyen az ideális ember. Vagyis a, az ember lényegéhez nem tartozik hozzá a bűn. És az ember nem attól szabad, hogy néha rosszat is tesz hanem a szabadságunk igazi célja az, hogy az atyával egylek, egyek legyünk, az Isten ö, útján, szeretetben éljünk, szárnyaljunk. Ez nem csökkenti a szabadságunkat ellenkezőleg, ez tágítja ki a szívet. Arra való a szabadságunk, hogy a jót fölismerjük, és azt válasszuk mindig. Az ember akkor igazából szabad, ha a bűn soha nem békjózza meg, meg nem torzítja el, nem vakítja el, hanem tudja mindig a helyeset, az igazat, a jót választani.